Sziasztok, japán specialisták! Ma innen a konyhából jelentkezünk, ugyanis nem tudom, feltűnt-e már, de mindig eszem valamit, és még egyszer sem főztem. Ráadásul a bemutatkozó videóban megígértem, hogy mindig fogunk majd főzni is, és ez egy kukorica cső meg egy kávé megfőzésén kívül még egyszer sem történt meg. Úgyhogy ma kiosolunk a konyhába, és mi mást főznénk, mint rizst. De még mielőtt elmenekülnétek ezelül a roppant érdekes téma elől, és bezárnátok a videót, rögtön meg is védeném a mai adást, ugyanis nem ezt a jó száraz magyar pergős rizst fogjuk megfőzni, ami általában a menzen szokott felbukkanni, hanem igazi, ragacsos, ázsiai, vagy hát japán rizst, és azt akarom nektek megmutatni, hogy úgy is el tudjátok készíteni, hogy nincsen a kezetek ügyében semmilyen japán eszköz, sőt, még japán rizs sem. Továbbá fokozva az izgalmakat, párbajra hívom a rizsfőzőgépet is, úgyhogy folytatjuk a kalandozásunkat a japán találmányok világában is, csak aztán nehogy szívgörcsöt kapjunk itt a nagy izgalmakban. Remélem nem azt vártátok tőlem, hogy ilyen fölülről rögzített videót töltsek föl a főzésről, amiben maximum az edények, a hozzávalók és a kezem látszik, meg hát remélem is, hogy nem azért nézitek a videót, hogy csak a legalapvetőbb információkat kapjátok meg tőlem, hanem azért is, hogy egy kicsit találkozzunk, meg beszélgessünk, ugye így van. Ugye? Na, inkább ne válaszoljatok, bevallom, megpróbáltam. Nagyon nem is tudom szépen felvenni, meg folyamatosan meg akarok szólalni, meg hozzá akarok fűzni valamit, úgyhogy maradjunk abban, hogy így ideálltam, felveszem, amit fel tudok venni, megmutatom nektek azért a legfontosabb dolgokat, mesélek sokat így magáról a rizsről, és aztán meglátjuk, hogy bejön-e nektek ez a fajta főzős videó, és hogyha igen, akkor rendszeresítjük, és mondjuk, hogy havonta egyszer, vagy két havonta egyszer lesz majd egy-egy ilyen főzős rész. Úgyhogy gondoltam, kezdjük az alapoknál, megtanulunk rizst főzni, ugyanis hát igen, a japán konyhában ez egy alapvető dolog, olyan, mint nálunk a kenyér, és ezt a párhuzamot ma még rengetegszer elő fogom venni, úgyhogy beállítok egy ilyen rizskenyér számlálót, ez volt az egyes. Szóval a japán és persze az ázsiai konyhában is elengedhetetlen a rizs, ez adja az étkezések alapját, és nem is tudok nagyon nektek úgy tovább tanítani kajához kötődő dolgokat, hogy ne tanulnánk meg legelőször rizst főzni. Na és akkor most jön az, hogy felejtsetek el mindent, japán specialisták, amit eddig a rizsről tudtatok, mert hogy itt nem az a rizs fog szembe jönni veled, amit otthon megszoktál, hát azt fogod először érezni, hogy nincsen íze, aztán elkezded azt érezni, hogy mégiscsak van íze, és jön a harmadik fokozat, ez a top, amikor már elkezdesz elázsiásodni, és azt mondod, hogy igen, ez a rizs és semmi más. Amikor ültök Ázsia felé a repülőgépen, már akkor kezdjétek el átállítani az agyatokat, és hozzászokni a gondolathoz, hogy itt a rizs az nem azért van, hogy íze legyen, meg hogy sós legyen, hanem a rizs egészen egyszerűen azért van, hogy rizs legyen, hogy jól lakjatok, és hát itt igazából Japánban is maga a rizs a főétel, és minden más, a hús, a hal, a zöldségek, ezek a köretek, úgyhogy így próbáljátok meg magatokban megfordítani a dolgokat. Hát ezért ez ugye nehéz. Most nekem például az első találkozásom a rizssel, az anyukám főztje volt, hogy készült a rizs, fogta édesanyám a lábast, olajon megpirította a rizst, felöntötte vízzel, leveskocka, és akkor így betolta az egészet a sütőbe, zalaegerszegi risotto, de hát ebből így bármennyit meg tudtam volna enni. Volt az, amikor így nem volt otthon leveskocka, és akkor vegetálval próbálkozott, nem, hiszti. Ez volt az első találkozásom a rizssel, és akkor jöttek az ilyen ovis meg iskolai menzás élmények, ez a sós vízben főtt, száraz, hosszúkás valami, meg aztán ez a bácskai rizses húsos verzió, ami másnap belekerült valamilyen rakott ételbe, már mint a maradéka, és akkor inkább igen anyukámnak a leves kockás rizottójánál maradtam, és akkor bum, ide jövök Japánba, sokkot kapnak a nátrium glutamáton nevelkedett ízlelő bimbóim, mert hogy így rájövök, hogy a rizsben még só sincsen, hanem úgy önmagában van a fehér rizs, locsolom rá ezzel a szójaszószt, így néznek a japánok, hogy locsen szójaszósz, úristen. Hát mit van mit tenni, máshogy nem bírod megenni, és aztán elkezded nézni, hogy hát akkor hogyan csinálják mások, hát hogyan lehet megenni ezt a borzalmat, ezt az íztelen valamit, és aztán rájössz, hogy így együtt eszik valamivel, például hallal, meg hússal, meg zöldségekkel,
és rájössz, hogy ez így jó, meg ehető, és elkezded önmagában a rizs ízét is élvezni. Hát ez már egy fokozat, úgyhogy remélem majd ti is eljuttok ide, de hát most már nagyon sokat dumáltam, kezdjünk el rizst főzni. Itt laknak nálunk a rizses dolgok, itt van a rizsfőzőgép, ez a cucca, ami úgy néz ki, mint egy kenyérfőzőgép, de majd mindjárt megmutatom közelebbről is. És itt lakozik a rizs egy zacskóban, meg még egy zacskóban. Hát őszinte leszek, egy rendes háziasszony egy olyan dobozban tartja, amit légmentesen le lehet zárni, és mit mondjak, egy rendes háziasszony. Na hát ez itt a rizs, egy jó 5 kilós kiszerelés, általában így vesszük, de vannak 2 kilósak, 5 kilósak, 10 kilósak, lehet, hogy 1 kilósak is, de hogy őszintén szerintem így 5 kiló alatt nem nagyon szoktak venni a japánok sem. Ez a rizs most egy Niigata megyei Koshihikari névre hallgató új rizs, ez azt jelenti, hogy szeptember-októberben volt a szüret, és ez az idei év születének a terméke. Ezt titeket most ne nagyon érdekeljen, vehettek otthon japán rizst, kevés helyen lehet kapni, viszont ne verjétek magatokat szerintem feltétlenül ilyen költségekbe. A másik verzió még, hogy Olaszországban termesztett japán fajtákat is árulnak otthon, ezek egy picit olcsóbbak, de én adok nektek egy tippet, így bármi jó a jó hosszú szemű A és B típusú rizsen kívül, na jó, nem bármi, de hogy választhatok rövid szemű, kerekebb fajtákat, bármilyen risotto rizs megteszi, és akkor már úgy jó helyzetben vagytok, ezekkel lehet már főzni. Ez tehát a rizsfőzőgép, ami elég sűrűn előkerül a japán háztartásokban, és megkönnyíti a háziasszonyok életét. Kinyitjuk, és találunk benne egy ilyen lábas vagy fazékszerű valamit. Ezt úgy nevezik, hogy kama. Most ha belenéztek, próbálom megmutatni. Vannak benne mindenféle feliratok, ez mutatja meg, hogy meddig rakd bele a rizst, meg meddig a vizet. Ami viszont ennél fontosabb, hogy ennek a kamának a minőségén nagyon sok múlik, ugyanis ezen múlik a rizs íze jó részt, úgyhogy ha jó minőségűt veszel, akkor az már viszonylag garantálja, hogy jó rizst fogsz tudni készíteni. Hát mi most mit fogunk csinálni, illetve ti mit fogtak csinálni, akinek nincs a rizsfőzőgépe. Szerezzetek azért egy jó fazekat, ilyen vaslábasokban például jókat lehet főzni, de bármilyen vastagabb aljú fazék is megteszi, hogyha nincsen más. Aztán láttok még mindenféle gombot is, ezek nyilván arra vannak, hogy meg tudjad főzni a rizst, de van mindenféle program, hogy mondjuk fehér rizst főzöl, barna rizst főzöl, egy kicsit lágyabb állagút szeretnél főzni, vagy úgy akarod megfőzni, hogy hamar elkészüljön, aztán lehet vele még programozni is, tehát este belerakod a rizst, beállítod, hogy reggel, tudom én, 7-re legyen készen, és akkor reggel 7-re készen lesz. Aztán van rajta nyilván az elindítás gomb, meg a kikapcsolás gomb, és van még egy gomb, ami meg a melegen tartás, ez azt jelenti, hogy megfőzted, de még nem akarod megenni, és akkor tartsa neked melegen, ha jól emlékszem, ilyen 12 óráig működik. Nem érdemes nagyon benne hagyni, mert így felpúl az egész, és nem lesz finom. Aztán, ami még tartozik mindig a rizsfőzőgéphez, ez az úgynevezett shamoji, ez a fehér kanál. Amint látjátok, ez egy ilyen műanyag recés kanál, hát ez régen bambuszból meg fából készült, most már ilyen jó kis műanyaggal dolgoznak, amire nem ragad rá a rizs, ezért be kell vízezni általában. Aztán a rizsfőzőgéphez mindig van egy mérőpohár is, amiben pontosan egy górizs fér bele. Hát amikor a japán lakásokról beszéltem nektek a videók elején, akkor mondtam, hogy a japánok szeretik az ilyen különleges mértékegységeket, amiről meg mi nyugatiak nem tudjuk, hogy mi, hol, merre, mennyi. Hát egy górizs az 180 cc, na én arról se tudom, hogy mennyi, de 150 g fér egy ilyen pohárba, de hát ezzel a japánok nem törődnek, ők góban mérik a rizst, úgyhogy van az 1 gó, 2 gó, 3 gó, 4 gó, 5 gó, ebbe például ebbe a rizsfőzőgépbe 5 gónyi rizst lehet megfőzni, nyilván vannak nagyobbak is, nagy családosoknak meg éttermeknek, és mondjuk annyit kell még tudni, hogy ebben mondjuk 5 gónyi rizst meg lehet főzni, de mondjuk ha 5-öt raksz bele, akkor az nem lesz finom, úgyhogy olyan 3 meg 4 az, ami jól szokott benne sikerülni, és az 5 az annyira nem. Nektek is azt tanácsolom egyébként, hogyha mondjuk kevés rizst főztök, mondjuk 1 gónyit, tehát olyan 150 vagy 200 g-ot,
akkor kislábasba tegyétek, hogyha meg többet, akkor egy kicsit nagyobba, de soha ne tömétek tele a lábast, mert egyszerűen valamiért nem lesz jó. Mondtam, hogy párbajra hívom a rizsfőzőgépet, úgyhogy egyrészt elkezdek lábosban gázon rizst főzni, közben elindítom a rizsfőzőgépet is, és hát meglátjuk egyrészt, hogy ki készül el előbb, másrészt meg, hogy ki főzött jobb rizst. Azért nekem van egy elég jó kis vas lábasom, mennyiségre pedig mindkettőben ugyanannyi rizst fogok készíteni, 2 gót, 2 adagot, azaz 300-300 grammot. 2, 1, 2. A következő lépésként pedig valami olyasmi fog történni, amit nem fogtok elhinni, meg én se hittem el az elején, a rizst meg kell mosni. Nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, hanem kb. 4-szer vagy 5-ször, egészen pontosan addig, amíg a fehér színű víz az áttetszővé nem válik körülötte. Na hát látjátok, hogy ez nem egészen áttetsző, ez az első víz, amit egyébként nagyon gyorsan le kell róla önteni, minél hamarabb, mert ez egy nem jó víz, amit hogyha magába szív a rizs, hát akkor úristen, valami nagyon rossz történik, de most már sokat is beszéltem, úgyhogy gyorsan, gyorsan, gyorsan. A kezemmel szoktam egyébként védeni a történetet, hogy ne jöjjön ki a rizsecske. Hát nem szokott nagyon sikerülni. Aztán ami még fontos, ez a rizsmosó mozdulat, amivel itt lögybölöm a rizsszemeket a vízben, ugyanis az is a lényeg, és ez nagyon-nagyon fontos állítólag, hogy ne sértsük meg a rizsszemeket. Hát nem tudom, így szépen szétnyitott ujjakkal lögyböljük szépen finoman érzéssel, és hát próbáljuk meg felfedezni ebben a mozdulatban, meg ebben az egész macerás folyamatban a szépsége. Egyébként tök jó érzés, hogy így belefúrod az ujjaidat, meg így kevergeted lögybölöd, meg leereszted róla ezt a fehér vizet néha. És ez még csak a második volt. Nyilván ez egyébként nem tart ilyen nagyon sokáig, csak most rengeteget dumálok, meg próbálok nektek mindenféle jóságot elmondani. Amúgy miért történik ez az egész? Amikor learatják a rizst, akkor következik a hántolás, és van még egy lépés, amikor lecsiszolják a rizsszemeket, ez nyilván nem történik meg a barna rizsnek az esetében, de a fehér rizsnek az esetében megtörténik. És hát ennek a csiszolásnak az eredményeképpen a lecsiszolódott rizspor, az rajta marad a szemeken. Ez gyakorlatilag keményítő, ami hogyha rajta marad a rizsen főzéskor, akkor nem ugyanez az ízvilág fog előjönni, nem lesz szép fényes a rizs. És van még egy dolog, amit próbáljátok meg megjegyezni, és nektek is fontos. Ha nem mossátok meg a rizst, meg nem öntitek le róla ezt a fehéres vizet, akkor például sokkal könnyebben kifut a lábosból a víz. Hiszem ez már negyedik. Na hát ez a mosás utáni eredmény, ezért szerintem lehet látni a különbséget. Na és akkor most még a lábasban főzött rizssel is eljátsszuk ugyanezt. Ez azért is jó, mert így tudunk ismételni, tehát az első vizet azt nagyon hamar megpróbáljuk leönteni, ez az egyik szabály. A másik szabály, hogy nem sértjük meg a rizsszemeket. A harmadik szabály, ami meg nem szabály, hogy azért így megpróbáljuk egy kicsit élvezni ezt a témát, meg nem maceraként felfogni, hát gondoljunk arra, hogy a japánoknak a rizs az olyan, mint nekünk kenyér, de a kenyeret is érzéssel gyúrjuk, ugye ebbe beletesszük a szívünket, lelkünket, ettől lesz finom, meg mit tudom én, mindenféle ilyesmi dolgokat gondoljatok, amikor arra gondoltok, ezt a macerát csak azért, hogy így szép, fényes legyen, meg jó íze legyen. Na tehát így próbáljátok meg elvonatkoztatni ezektől a dolgoktól, meg hát így halljátok ezt? De van ennek egy jó ritmusa, egy szép dallama. Pancsi, pancsi. Engem egyébként megnyugtat ez a hang. De így sose lesz vége a videónak.
Na hát én ezt most már késznek nyilvánítom, és közlök veletek még egy sokkoló információt. Adásunkat megszakítjuk, mert már túl hosszú volt, és nem igazán bízom benne, hogy végig fogjátok nézni, úgyhogy ha tetszett a videó, és kíváncsiak vagytok a rizsfőzés hátramaradó lépéseire, na meg arra, hogy mennyi rizst eszik egy év alatt egy japán, és hogy milyen neveken fut itt a rizs Japánban, és hogy mit fogtok ti kezdeni egy tál fehér rizssel, akkor kövessétek továbbra is a japán specialistát Jámbor Alízzal. Mai adás, már érek. Jövő héten is nézzetek. Továbbra is Alízzal. Erőre is köszönöm. Gyámatane! Sziasztok!